még egyszer nagy szeretettel köszöntök a Blanci Balázs ismeretlen Trianon című könyvének a bemutatóján, az online bemutatóján, hiszen van némi hasonlóság a 100 évvel ezelőtti helyzet és a mostani között, ugye járványügyileg, akkor a spanyol nátha, most pedig a koronavírus az, ami egy kicsit befolyásolja az életünket. De hát ugye a Jaffa kiadó nem ismer lehetetlent, úgyhogy most itt az online térben találkozunk, és mindenkinek köszönjük, hogy itt van velünk. Én Kántor Viola vagyok, újságíró. És mielőtt elkezdjük a beszélgetést, kérem engedjék meg, hogy megosszak önökkel két gyors szolgálati közleményt. Egyrészt ugye a helyzetre való tekintettel a könyv egyelőre csak e-könyv formájában érhető el. Kapható és megrendelhető a www.ekönyv.hu-n, illetve a Librinek, valamint a Bookline-nak a felületein. A másik szolgálati közlemény pedig az lenne, hogy hiába online ez a könyvbemutató, természetesen, mint hogy egy analóg könyvbemutató lennénk, feltehetik majd a kérdéseiket, annyi különbséggel, hogy itt a Facebook kommentjei között tudják megírni, hogy mit szeretnének a Blanci Balázstól megkérdezni, és igyekszünk majd akár a beszélgetésbe bele kezdeni ezeket a kérdéseket, akár a beszélgetés végén átbeszélni őket, de minden esetre el fognak jutni majd Balázshoz ezek a kérdések. És hát nincs más hátra, mint hogy most köszöntsem nagy szeretettel magát a szerzőt, a Blanci Balázst. Szervusz! Szervusz, és jó estét a nézőknek! Hiánypótló és nagyon fontos könyvet mutatunk ma be. Még egy pár mondatot mondanék a könyvről, hogy nekem miért volt nagy élmény. Egészen biztos, hogy önöknek is és számtalan oknál fogva lesz majd nagy élmény, hogyha olvassák, hogyha esetleg már olvasták. Ugye alapvetően megszokhattuk, hogy Trianonról vagy politika történeti, vagy diplomáciai történeti felülnézetből szoktunk olvasni. A könyv pedig ebből a felülnézetből bezúmol 100 évvel ezelőtt történt események közé. Gyakorlatilag szemmagasságban ott vagyunk a mindennapi emberekkel, látjuk és megismerhetjük a sorsukat 1918 és 21 között, gyakorlatilag egy sajátos Kárpát-medencei háború utáni háborút élhetünk át ezeken a lapokon. Balázs, a apai nagyapád, hogyha én jól tudom, akkor Zimándújfaluban született, ami ugye Arad mellett van. Így van. És hogyha jól tudom, akkor a családnak a másik ága is Párciumba származik, a minden igaz akkor Szatmár németi térségéből. Őrzötte meg a család 1918 és 21 közöttről, vagy akár konkrétan Trianonról, a 100 évvel ezelőtti június 4-i napokról, vagy június 4-i napról bármilyen történetet? Történetet, magára június 4-éről nem, de a dédnagymamám, aki 1897-ben született, és 102 évet élt, tehát hogy nekem is akkor elég jó kilátásaim vannak ezek szerint. Szóval, hogy ő az ő családja való Szatmár németi köré, ez a Máté Szalka Szatmár németi, tehát Szatmár németibe volt a ház, és ő már nagyon idősen mesélte el nekünk egyébként, mert szégyelte, hogy ő tanítónőként a Magyarországon maradt területen tanított egy kis településen, viszont a családhoz átszökött a határon, ami akkor nem volt még nagyon pontosan kijelölve, és a többedik ilyen átszökés alkalmával őt elfogták, és elvitték Kolozsvárra, ahol bezárták a fellegvárba. És azt emlékszem, hogy még ki jóval 90 fölött is benne volt a szégyen az, benne volt a szégyen, mikor elmesélte nekünk, hogy hát olyan bárcás nők is voltak ott abban, akikkel együtt fogva tartották, és korábban, mint kiderült, nem is beszélt erről. Tehát, hogy ez egy ilyen láthatóan, hát ez is a határról egy történet, de az ők is, hát ilyen alsó középosztály létében ez nyilvánvalóan egy ilyen elég komoly sok volt, hogy hirtelen hova került, és aztán nagyon sokat emlegette Csüri Bálintot, a Kolozsvári Egyetem jelvész professzorát, aki kihozta őt ebből a fogságból, mert valamilyen úton, módon, valami rokoni kapcsolatba, vagy távoli rokoni kapcsolat révén ismerte őt.
De mennyire motivált téged ez a, ha nem is ez a konkrét történet, de úgy általában a család származása abban, hogy, hogy történészként mondjuk Trianon témája felé fordul? Hát biztos motivált, ugye itt nagyon sokféle szál ér össze, mert édesapám színházkritikus volt, és ő nagyon sokat foglalkozott határon túli magyar színházakkal 70-es, 80-as években, tehát az én emlékeim Erdélyről azok ilyen, olyan, mint egy Zsida Jenő vers, tehát, hogy mindig Székelykocsárdon kellett átszállni, hogyha Vásárhelyre mentünk, és tényleg fulladtak sötét volt, és tényleg villóztak a neonok, és mindig késtek a vonatok, tehát ez az alapvető élményem. De ott egy ilyen nagyon, azért ugye egy nagyon fura világ volt, és de ugyanakkor egy nagyon meleg baráti, vagy kollégai közösség fogott körbe ott minket, tehát nyilván ezek az élmények is voltak, nyilván az olvasmányaim is, nyilván ezek a családi történetek, tehát itt nyilván sok minden összeért, nem, én alapvetően nem úgy készültem, hogy Trianonnal fogok foglalkozni, engem alapvetően a két világháború közötti Magyarország érdekelt, és ennek hát nyilván egyik alapvető kérdése vagy problémája a trianoni békeszerződés. Világos. Mindezt csak azért kérdeztem meg tőled, mert ugye, ha már édesapádat említetted, azt is lehet tudni, ha az ember utána néz, hogy bár az ő édesapja az Imándújfaluban született, ő már a jelenlegi Magyarország területén született. Tehát magyarán a család az valamikor átjött Magyarországra. Igen, nem akarnám a család történetet elvenni. A jelenlévőket, annyi a történet lényege, ugye nekem az apai ágam az ami szatmárnémeti és Gömör vármegye környékéről jön, és az anyai ágam ők, tehát anyai nagyapám jött, tehát Zimándújfalról 1940-ben, tehát a második bécsi döntés után ők úgy gondolták, hogy nem akarnak ott maradni Aradon, és eljöttek. De viszont nagyon érdekes, hogy nagyapám maradt Csepelen, ott épített magának új egzisztenciát, és egyébként most halt meg másfél évvel ezelőtt, haláláig. Tehát neki minden, ami Zimándhoz, Aradhoz tartozik, az neki ilyen belső, a mindennapjaiban egy ilyen belső igény volt, tehát ő esküdött arra, hogy a, nem is tudom, a zimándi zöld bab az igazi, abból a magból kell keltetni, a, nem tudom, a szalonnát úgy kell füstölni, hogy gályban füstölik a rokonoknál, meg tudom én, tehát nekem az nagyon sokat elgondolkodtatott, persze nem kisgyerekként, hanem később, hogy ő tulajdonképpen miközben eljött, folyamatosan ezt a kis aradi, vagy ezt a kis aradi síkságot próbálta újra kreálni magának a csepeli löszön, bort is, mert hát a ménesi borvidéken ez ugye ott illik, hogy mindenkinek szőlője legyen, és ő ebből kifolyólag ott a cseppe, borzalmas csepeli löszön növesztette, hogy szüreteltük együtt, meg tapostuk az Ezer éves Magyarország emléket című szőlőfajtát. Ez létezik, egyébként utána lehet nézni, tehát ez egy viszonylag kevés sikerült nemesítése Matthiász Jánosnak. Tehát, hogy ez az egész benne ott volt, hogy ezt ő újra akarja kreálni. Mindezt csak azért kérdeztem, hogy oda kanyarodhassak ahhoz a kérdéshez, amit olyan sokszor teszünk föl. Hogy gyakorlatilag mi az oka annak, hogy bár azt mondjuk, hogy két-három nemzedék után kihűl gyakorlatilag az emlékezet, és történelemmé válik mindaz, ami valaha megtörtént, és Trianon kapcsán ez mégsem valósul meg. Trianon nem vált voltaképpen, azt hiszem, történelmi abban az értelemben, ahogy mondjuk általában értjük ezt a szót. Talán ezek a személyes történetek is hozzájárulnak ehhez. Nem tudom, hogy erről mi a véleményed. Persze, nyilván. Hát itt ugye az is van, hogy ez az én, tehát ez a történet azért beleilleszkedik egy nagyobb, ma úgy mondanánk, hogy migrációs trendbe. Tehát az elmúlt 100 évben az elszakított területekről körülbelül 1 millió ember jött át Magyarországra, a trianoni Magyarországra. Tehát ha ők, és ugye ez a vándorlás, ez a mai napig nem állt meg. Tehát gondoljunk itt Kárpátaljára legutóbb a behívásokkal, vagy a 90-es évek délszláv háborúira. Ezek az emberek a leszármazottaikkal együtt, hát no, ez nyilván ez ilyen nagyon hasraütéses becslés, olyan 2-3 millió embert jelenthetnek a mai Magyarországon. Tehát az ő... aztán nyilván van közülük egy csomó olyan ember, aki nem foglalkozik az, hogy a nagypapa vagy a nagymama honnan jött el, vagy hova valósi, vagy hol van a sírjuk. Másokat meg ez foglalkoztat, és tehát ez is egy érzékenység, ami jelen van a társadalomban. Tehát vannak emberek, akik figyelnek erre, mondjuk így,
tehát ez jelen van a mindennapi életükben, és emiatt sem tud kihűlni ez az emlékezet. A másik pedig, hogy ez nem olyan történet az, mint a szudéta németeké, vagy nem tudom én, a kelet-európai számos német közösségé, vagy lehetne számos más, akik eltűntek, nincsenek, mert visszamentek Németországba, megölték őket, vagy más dolog történt velük, tehát hogy ma is vannak magyar közösségek Erdélyben, Szlovákiában, Szerbiában, akiknek a léte, az ő jogokért, nyelvi jogokért, egyebekért folytatott küzdelmük, az nyilván az emlékeztet mindenkit arra, hogy itt azért 100 évvel ezelőtt elég nagy, hát most akkor nevezzük nevén, elég nagy igazságtalanság történt, és hogy ennek az igazságtalanságnak a mában is vannak nyomai. Tehát ez nem olyan, mint hogy járunk a Szudéta vidéken, és akkor látjuk az óriási valamikor németek által épített házakat, de nem lakik már benne senki, vagy omladozik, vagy teljesen más lakói vannak, hanem ezek a városok, ezek a települések, ezek az emberek még mindig ugyanott vannak, és bár a helyzetük sokat javult mondjuk nyilván az elmúlt 30 évben, azért épp a közelmúlt fejleményei mutatják azt, hogy ez egy nagyon törékeny fejlődés, és az, hogy bizonyos jogokra szükségük van, vagy hogy mondjam, az emberi méltósághoz való jogukat úgy gondolom, hogy támogatni kell, ez nyilván emlékezteti a magyarországi magyar közösséget is erre az egész traumára. Hogyha már az elmúlt időszak eseményeit említetted, akkor nyilvánvalóan nem tudom elkerülni, vagy kihagyni azt, hogy megkérdezzem a véleményed arról, hogy pont tegnapi hír volt az, hogy a Román Alsóház hatalmas többséggel tartózkodás és nem szavazat mellett is, de hatalmas többséggel elfogadta azt, hogy június 4-e román ünnep legyen. Jó lehet, még az elnök jóváhagyására vár ez a döntés. Mi a véleményed erről? Hát nyilván ez most nem egy történészi vélemény, tehát nyilván pontosan ugyanannyit ér az én véleményem ebben a kérdésben, mint bármelyik nézőnké. Hát az a helyzet, hogy amikor ezt meghallottam, meg legalább egy kicsit utána olvastam, ez tényleg az ember már nem is dühöt érez, hanem valami végtelen szomorúságot. Tehát, hogy ezen nem is, vagy én legalábbis személyesen, ez annyira érthetetlen. Közben persze érti az ember, tehát látja többé-kevésbé a román politika belső logikáit, meg mechanizmusait. Ezekhez ilyen, nem tudom, tehát az olyan típusú sebbe sóthintés, vagy froclizás, vagy dörgölés, kinek hogy tetszik, ami hát nagyon-nagyon rossz következmény, nagyon rossz spirált indít el, és nagyon-nagyon rossz következményekkel jár. Az elmúlt pár évben az MTA lendület Trianon 100 kutatócsoportja vezetőjeként dolgoztál, és a munkatársaiddal közös kutatások eredményei nyertek most formát ebben az új könyvben. Még egy pillanatra visszamutalva az előző gondolatokra, ha jól tudom, akkor az elmúlt években azért ti is kaptatok hideget-meleget kifejezetten román közéleti személyiségektől. Nem tudom, hogy ez mennyire betette például mondjuk hátra a kutatást. Hát vettétek ezt? Igen, hát nyilván ezek a román sajtó egy részében indultak meg ilyen támadások 2017-ben. Az akkori a Kolozsvári Egyetem rektora, a jelenlegi Román Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke indította ezt el, hát aztán ezt kicsit felhabosították blogok, meg újságok. Igazából a probléma az volt, hogy azért velünk dolgoznak együtt erdélyi magyar kollégák is, tehát ők, nyilván az ő helyzetük teljesen más ebben a helyzetben, tehát senki nem szereti azt megélni, hogy a főnöke lehazaárulózza, hogy most egészen konkrétak legyünk. De hozzá kell tenni, hogy azért én volt olyan, tehát volt módunk arra egyrészt, hogy a Bukarest Magyar Nagykövetség segítségével, tehát jártunk Bukarestben, és elmondtuk ezekkel azt, hogy mik a kutatócsoport célkitűzései, nem csak a Román Akadémián, a New York College-ba is megjelentek tisztességes hangú interjúk is a csoport munkájáról. Tehát igazából a hátravetés az abban látszik inkább, hogy rettetesen sok időt elvette az,
hogy az ember most teljesen primér dolgok, tehát hogy takarítsa a román nacionalista hozzászólásokat a Facebook oldaláról, egészen odáig, hogy akkor igen, akkor elmegyünk Bukarestbe, akkor el kell magyarázni, akkor, tehát hogy egy csomó olyan lépést kell megtenni, ami ebben a helyzetben szükséges, és az a normális kutatómunkától viszi el az időt. Világos. Mik voltak egyébként a vádak? Hát ilyen viccesek voltak, tehát hogy nem ilyen, mondom, ez Magyarországról vicces, aki ott ezt helyben éli meg, neki nyilván kevésbé vicces. Volt, nagyon tetszett, hogy a Trianon 100 egy intelligens szegregacionista bomba, ez volt az egyik tulajdonképpen, és hogy a magyar kormányzat propaganda ügyosztálya vagyunk, ami mondom azért vicces, mert hát ez konkrétan főállású munkatárs ebben a kutatócsoportban, kettő és fél fő volt a csúcslétszám, akikkel úgy üldögélünk egy kicsit több mint 10 négyzetméteres irodában, még négy másikkal, tehát öten vagyunk egy 10 négyzetméteres irodában, ebből kettő és felen voltunk a kutatócsoport tagjai. Tehát, hogy nem tudom, hogy néz ki egy intelligens szegregacionista bomba, de biztos, hogy nem így. Valószínűleg nem így, igen. Akkor beszéljünk arról, hogy mi a valóság, hogy az ismeretlen Trianon című könyvnek mik voltak a célkitűzései. Hát ez, amit említettél, ez a zoomolás, ez egy tök jó szó, ezt lopom. Tehát, hogy egy kicsit, ugye nagyon sokszor, amikor Trianonról beszélünk, és én is, amikor az egyetemen beszélek erről a diákjaimnak, akkor elkezdjük, van egy eseménytörténet, világháború, Károly Mihály, mit tudom, Lánchidi csata, Kumbéla, Friedrich István, békealáírás. Tehát, hogy ezek politikai történések, és ezeket próbáljuk meg körbe rakosgatni diplomáciai forrásokkal, meg egyebekkel. Ami teljesen logikus, és tehát nincs ezzel semmi gond, csak azt gondoltam, hogy érdemes ez alá a szint alá is bemenni, tehát megnézni, hogy helyben hogyan zajlik egy impériumváltás, akár egy erdélyi kisvárosban, vagy hogyan zajlik, hogyan néz ki az, ha elszabadul az erőszak, hogyan néz ki az, amikor nincs mit enni, hogyan néz ki az, amikor az embernek elkopik a cipője, mert nem járnak a villamosok, mert nincsen szén. Ugye a korszakban a városi villamos művek nagyon sok esetben szén alapú erőművek voltak, vagy az arra alapultak. Tehát, hogy ezt a dolgot nézzük meg, és egy kicsit fölé is menni el fölé, tehát, hogy mik azok a gondolatok, a stratégiai megfontolások, amik mozgatják a nagyhatalmakat, vagy a környező hatalmakat. Tehát, hogy ami persze korábban is szóba került már, de ezt így jobb látni, tehát, vagy új szempontokat fölvetni. Tehát ezért tartottam nagyon érdekesnek mondjuk azt, hogy a Dunáról beszéljünk, tehát, hogy a folyó hogyan jelenik meg a korszak geostratégiai gondolkodásában és egyébként. Bocsánat, igen, mondani akartál valamit. Igazából akkor, amikor a könyvet olvastam, nekem egy nagyon érdekes tapasztalatom volt befogadóként. Gyakorlatilag egy idő után úgy éreztem, mintha a trianoni traumák kompendiumát olvasnám, és ilyen nagyon kézzelfoghatóvá vált az a dolog, hogy bár 1920. június 4-ével azonosítjuk Trianont, gyakorlatilag mikor ide megérkezünk, akkor valami egészen elképesztő állapotban van az a társadalom, amelynek szembesülnie kell az aláírás napjával. Vagy akár előtte pár hónappal ugye a békefeltételek kihirdetésének, hivatalos kihirdetésének a napjával. Voltak éppen azt láttam magam előtt, hogy mintha a Maslow piramis, ami ugye az emberi szükségleteket állítja hierarchikus sorrendbe, az alsó három részénél, a fizikai szükségleteknél, a biztonságnál, illetve a valahova tartozásnál, ami tényleg az ember alapvető szükségleteit jelenti, egészen egyszerűen eltűnnek. Mint hogyha abban a három évben azt látnánk a könyved alapján, hogy a legalapvetőbb szükségletek nem állnak rendelkezésére a társadalomnak a legnagyobb részének. Hogyan lehetne ezt a koordinátorrendszert felrajzolni? Voltak éppen a biztonság szempontjából, vagy az erőszak szempontjából, mivel kellett szembenézni a társadalomnak? A közellátás hogy nézett ki? És gyakorlatilag a menekült kérdés, amit már említettél, az hogyan zilálta szét az életet? Ez nagyon sok kérdés így egyszerre. Ugye itt
Igazából arra helyezném a hangsúlyt, hogy nyilván itt olyan dolgokat mondanék el, amik benne vannak a könyvben is, de mégis azt hangsúlyoznám, hogy itt nagyon hirtelen a zuhanás tulajdonképpen. Tehát 1918 júniusáig, ha valaki átlag újságolvasóként, meg átlag ilyen, hogy mondjam, aki szeret az újságpapíron vagy térképeken bejelölgetni, hogy hol állnak éppen a csapataink, azt gondolta, hogy a monarchia elérte a háborús céljait tulajdonképpen. Meg lett büntetve Szerbia, meg sok idézőjelben meg lett büntetve, Romániát is elfoglalt, nagy részét elfoglalta az osztrák-magyar és a német hadsereg, ugye megkötik a bukaresti békét, Oroszország is vissza van szorítva, sőt jól láthatóan összeomlik, meg szintén békét költ, tehát úgy néz ki, hogy a monarchia nagyon jól helytállt ebbe a történetbe. De persze vannak nagyon komoly gondok már a hátországban, de például a monarchia közellátása, és ezen belül Magyarország közellátása egészen jól működött bizonyos értelemben. Most ez nagyon merész dolog, de egy magyar ember, egy magyarnak, a korszakban egy magyar kevesebbet nélkülözött, mint egy német. Tehát, és ebből a 18 tavaszi viszonylag hát optimistának is nevezhető közhangulatból néhány hónap alatt következik be egy iszonyatos mértékű zuhanás, jóval mélyebbre, mint, vagy sok esetben mélyebb, sok tekintetben mélyebbre, mint a szomszédos országokban. Egy adatot hagy mondjak, ez nem is biztos, hogy szerepel a könyvben. 1920-ban egy átlag magyar jövedelmi vagy életszínvonala az 50 kötője 90%-a volt alacsonyabb, mint az utolsó béke évben. Tehát, és a GDP ilyen körülbelül 30%-kal esett vissza. Tehát arányítsuk ugye a ma történtekkel. És itt ugye ráadásul az volt a sokkoló sokak számára, hogy a kisebb esést, persze az is borzasztó mértékű volt, mondjuk a munkásság, az ipari munkásság szenvedte el, mert nekik jobb érdekérvényesítési képességeik voltak a háború alatt, tehát meg tudták szervezni különböző módokon a Szociáldemokrata Pártnak a közjóléti szövetkezetek révén a saját maguk ellátását, úgymond a bérből és fizetésből élő hivatalnok, középosztály zuhant irtozatosan nagyot. A társadalom, most egyszerűsítsük, tetejéről egészen alulra, annak olyan menekülté válik valaki, aki mondjuk egy felvidéki kisvárosban volt most adótisztviselő, és a helyi társadalom elitjéhez tartozott, és volt három szobás lakása és zongora a nappaliban, hogy a nyugati pályaudvaron egy vagonban lakik a családjával, és szenet kell lopnia a mozdonyokról, hogy fűteni tudja az egyébként kifűthetetlen vagon. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan ez egy akkora zuhanás, amit nagyon-nagyon nehéz egyéni szinten is földolgozni, és hát ennek nyilván harag, frusztráció, politikai radikalizmus, nagyon sok minden következménye lehet. Ugye 1918-ig gyakorlatilag évtizedek teltek úgy el, nagyon-nagyon hosszú évtizedek, 1848-49 után gyakorlatilag hosszú-hosszú évtizedek, hogy a Magyarország területén nem voltak harci cselek. És 18 után pedig, ezt gyönyörűen bemutatja a könyv, több erőszak hullám is beindul, amit átélnek ezek az emberek. Nagyon izgalmas számomra, hogy gyakorlatilag alig ismeri a széles közönség, hogy ezek a történetek hogyan is néztek ki. Talán egy olyan vita van, ami általában az ilyen emlékezetpolitikai vitákban felszokott jönni, ugye, hogy a vörös terror, esetleg a fehér terror volt-e, nem tudom, erőszakosabb húr, igen, kerestem a megfelelő szót. No, de a lényeg az, hogy a könyv teljesen új szempontokat is ad ahhoz, hogy az emberek tudják képzelni, hogy milyen erőszakba kellett az embereknek szembesülniük. Hogy ez eddig nem jutott el a széles közvéleményhez? Ez valóban az ismeretlen Trianon egyik aspektusa, 100 évvel Trianon után. Hozzátenném, amit az erőszakról írtam, azt nagyrészt más kollégák kutatásaiból szedtem, persze nyilván a sajátjaimból is, tehát azt gondolom, hogy Bödő Gergelynek és a Clio Intézetnek, vagy egyébként Hatos Pálnak az Elátkozott Köztársaság című könyvébe iszonyú jól bemutatta ezt a hát Hatos, főleg a 18 végi paraszforradalmat, ami lezajlik. Ugye a kutatócsoportban Csiki Tamás foglalkozott ezzel, és ő is egy nagyon jó tanulmányt írt, amiből nagyon sokat merítettem ezzel kapcsolatban.
És hát itt igazából, és mondjuk a román megszállással kapcsolatban, ha valakit ki kell menni, az Perccel Olivier, akinek nagyon sokat tanultam a tanulmányaiból. Igazából az én, amennyiben van érdemem ebbe a dologba, talán az, hogy ezt a három erőszak hullámot elkülönítettem egymásra, és próbáltam egy kicsit tipizálni. És az nagyon fontos, hogy ha pusztán a halálos áldozatok számát nézzük, ez ugye sokszor elhangzik most már, vagy egyre gyakrabban, tulajdonképpen a Magyarországon a vörös és a fehér terrorban együtt meghalt vagy megölt emberek száma az körülbelül 1500-1800, talán 2000 fő, és mondjuk Finnországgal összehasonlítva, ami fele akkora, sőt harmad akkora volt, mint Magyarország a korszakban is, 50 ezer ember halt meg a vörösök és a fehérek közti polgárháborúban, tehát hogy mondjam, sokkal több halálos áldozatot követel. De az itt nagyon fontos megérteni, hogy az erőszak az nem csak úgy traumatizál, hogy nyilván akit megölnek, az traumatizál, hanem az is, aki elszenvedi, és nagyon sok, vagy aki hogy mondjam, látja egy részt, a másik pedig az, hogy nem csak a halálos áldozat az erőszak áldozata, hanem a verés, a különböző kínzások, túlszedés válik általánossá, és itt valóban visszautalnék arra, hogy nincs a magyar társadalom nagy részének háborús élménye. Tehát persze látják, tehát vannak, igen, jegyrendszer van egy idő után, persze az se egyébként, nagyon sokáig nincs jegyrendszer a háborús Magyarországon. Jegyrendszer van, meg jönnek a sebesültekkel teli vonatok haza, meg igen, Erdélybe 1916-ban betörnek a románok, de az mondjuk néhány dél-erdélyi vármegyét érint, meg a Székelyföld egy részét. De az az élmény, amit mondjuk Észak-Franciaországban, Oroszországban, vagy akár Szerbiában éveken keresztül megél a lakosság, hogy itt egy másik hadsereg, akinek ki vagyunk szolgáltatva, aki bizony nagyon durva represszív politikákat használ arra, hogy érvényesítse az akaratát. Most ez lehet egy osztrák-magyar, egy német, vagy lehet egy antant hadsereg is, egyébként ez bizonyos értelemben tök mindegy. Ez a tapasztalat nincs meg. És láthatóan ez is bizonyos értelemben sokkolja a társadalom jelentős részét. Tehát, és arra is igyekeztem a könyvbe elmondani, hogy ez ne feltétlenül egy középosztályi történet legyen. Persze ez nagyon nehéz sztori, mert ugye általában naplók, amik fönnmaradnak, vagy amik kiadódnak, azok nagyon sokszor tanárok, tisztviselők, vagy magasabb társadalmi állású emberektől jönnek, de igyekeztem azt bemutatni, hogy itt van a nőknek egy tapasztalat, egy háborús tapasztalat, ami, vagy egy háború utáni háborús tapasztalat, ami különbözhet a férfiakétól, van a gyerekeknek egy tapasztalata, és van egy munkásosztály, vagy van egy paraszti tapasztalata is ennek, amiből viszonylag kevés van egyelőre kiadva, vagy felkutatva, de azért vannak, ezek lehet találni ilyeneket, és ezeket együtt valahogy egybe gyúrni egy kicsit, és megmutatni azt, hogy milyen élményei vannak a társadalomnak erről. Magyarán azt el lehet mondani, hogy Trianon nem csak a szólamok szintjén közös nemzeti trauma. Ha még nem is tudunk róla, mert esetleg valaki nem olvasta mondjuk még a könyvet, vagy nem olvasta azokat a tanulmányokat, vagy az egyéb könyveket, amelyeket szintén megidéz a könyv. Ha nem is tudunk róla, gyakorlatilag szegről végről, akkor is, hogyha mondjuk, nem tudom, Kaposváron születik az ember, akkor is valahol egészen biztos, hogy van közünk ehhez a traumához. Igen, már arra azért óva intenék attól, tehát, hogy nyilván... Ezt egyébként Egri Gábor több tanulmányában is bemutatta, vagy akitől szintén sokat merítettem ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez nem ugyanúgy mindenkinek egyforma élmény vagy. Nyilván, ez egyértelmű, és ezt nehéz is elvárni. De pont például Kaposvár, csak hogyha itt fölmerült, ugye Kaposvár, ugyan nem kerül, azon kevés magyar megyeszékhely egyike, amelyik nem kerül idegen megszállás alá, viszont 18 végén olyan felfordulás van, tehát a környékbeli puszták meg falvak népe bemegy az városba és kifosztja gyakorlatilag, hogy a városi polgárság vagy a városvezetőség elgondolkodik azon, hogy a Somogy megye déli részében ott lévő szerb megszálló csapatokat behívja a városba, hogy csináljanak rendet. Na most a mai perspektívánkból nagyon könnyű azt mondani, hogy hát ezek milyen szörnyű hazárulók voltak, be akarták hívni a szerbeket, és ez nem egy elszigetelt történet egyébként, tehát ez hasonlóak zajlanak egy Kassán, Nyitrán és más helyeken. Az emberek vagy a polgárság, vagy a városlakók egy rész, akkor mondjuk így biztonságra vágyik. Tehát az egy dolog, hogy az ember egy éjszaka nem tud aludni, mert verik a rácsot az alatta lévő bolt helységen. Ugye, ha valaki a Bulinegyed közelében lakik, akkor ez mindennapos élmény. De amikor ez egy hete zajlik, és belőnek az ablakon, és esetleg megszurkálják bajonettel, senkire nem számíthat, mert a polgárőrség nem mer oda eljönni, vagy nem is állt föl, vagy különböző nemzetiségekből áll, akkor egy idő után, egy hét, két hét, három hét után ez a városi polgárság, vagy városi középosztály azt gondolja, hogy
Bizonyos értem, akkor inkább jöjjön be valami idegen hadsereg, aki legalább rendet tart, és kiárási tilalom lesz, és mindenkire rálőnek este hat után, mint az, hogy ezt tovább kiálljuk. Egyébként úgyis a békekonferencia fog dönteni, tehát az nem jelent semmit. Most ebben részben igazuk volt, részben nem volt igazuk abban, hogy a békekonferencia dönt, de ezt ők akkor nem tudhatták. Most nem fölmenteni akarom őket, csak egy kicsit más megvilágításba helyezni ezt az egészet. Tehát itt a nagyon könnyen dobálózó mindig azok a szavak, hogy hazaárulás, vagy ilyesmik, ezek sokkal összetettebb, és a helyben sokkal bonyolultabb történetek ennél. És a könyv egyik erénye egyébként, hogyha... Túl vagyok dicsérve, ez így nem lesz jó. Nem, ez az az igazság, hogy ezt nem a kötelező műsorvezetői udvariasság mondatja velem, mert tényleg azt gondolom, hogy ez egy fontos könyv ahhoz, hogy valóban megértsük, és nagyon árnyalatan értsük meg, hogy milyen sok tényező adta össze azt, hogy egy adott ember az milyen életstratégiát választhatott egy hihetetlenül kiszolgáltatott helyzetben. Voltak éppen 1918 végére, azt hiszem, ezt mondhatjuk, hogy nagyjából már lehetett látni, hogy nem sok jóra számíthat majd az ország. De mindenkiben nyilván azóta is felmerül a kérdés, hogy el lehetett-e volna Trianont. Hát igen, erre ugye a rutinszerű történészi válasz az, hogy nincs olyan, hogy mi lett igen, volna, ha ezek... De itt meg is akasztanálok pont ezért, mert hogy ebben a könyvben te iszonyatos bátorságot teszel, tanul bizonyságot, mert hogy te eljátszol azokkal a kérdésekkel, amik a történeti közbeszédnek a jó szokásos toposzai, a mi lett volna a hátkal. Féltél egyébként attól, hogy majd a szakma azt mondja, hogy hát ilyen történelmietlen dolgokban nem lehet belemenni egy komoly kutatónak? Hát lehet, de akik ilyen csúnyát mondanak rám, azokat úgyis megtalálom, és... De nem, a viccet félretéve. Nem, persze erre lehet azt mondani, de azt gondoltam, hogy egy kísérletet megér egyébként. Meg ugye azt figyeltem meg, igazából onnan jött az egész ötlet, hogy a Trianonnal, meg a háborús végével kapcsolatos vitáink Magyarországon, emlékezett politikai viták, vagy hétköznapi viták, azok nagyon sokszor mi lett volna, ha körül forognak. Tehát a mondatok valahogy mindig erre végződnek, hogy ha nem ölik meg Tisza Istvánt, ha nem szerelik le a hadsereget, ha nincsen tanácsköztársaság, vagy ne, hogy Isten, ha megmarad a tanácsköztársaság, ha nem írjuk alá a békét, tehát mi történik akkor, ha? És azt gondoltam, hogy jó, akkor hát annak idején a lakótelepen, Erzsébeten, ahol fölnőttem, ez úgy zajlott, hogy na jó, akkor játsszuk le. Volt általában a verekedések így kezdődtek, hogy akkor ezt nézzük meg. Hozzátenném, hogy igyekeztem ezt azért főleg angol száz szakirodalom úgy körbe bástyázni, Nagy-Britanniában, vagy a tengeren túlon írtó, elképesztő tehát, mennyiségű ilyen típusú könyv jelenik meg, és most már vannak elméleti művek is, amik foglalkoznak ezzel a úgynevezett kontrafaktuális történetírással, és vannak nagyon szórakoztató és teljes évszázadokat átfogó alternatív történeteket vázolnak föl, vagy történelmeket vázolnak föl. Én idáig azért nem mentem el, csak inkább visszafelé igyekeztem nézni azt, tehát az, hogy a nem, a, tehát azt megnézni, hogy van egy adott helyzet, és abból milyen döntési lehetőségek adódnak. És ezeket, ami... Igen, bocsánat. Nem, folytasd csak. És igazából arra jutottam, de innentől fogva ez egy nyitott kérdés azért, hogy az egyetlen igazi döntési lehetőség, ami fölvetődik a, hangsúlyozom, a magyar politikai elit számára 1918 és 20 között, az a békeszerződés aláírásának a megtagadása volt. Tehát ott az volt egy olyan döntési pozíció, ahol valóban döntési pozícióba jutottak. Tehát nekem az a benyomásom, hogy a korábbiak bizonyos értelemben Kumbéláék is, Károlyék is, mások is egyszerűen nem voltak urai a saját helyzetüknek, és ebből következik az, hogy egy kicsit, most ez nagyon hétköznapian hangzik, mindenki más csinál, mint amit egyébként gondol. Tehát Aponyi Albert, akinek nyilván megvan a véleménye az olyan demokratikus hóbortokra, mint a népszavazás. 1920, tehát januárjában a békekonferencia a legfelsőbb tanácsát mondott beszédében javaslatot tesz a népszavazásra. Ő, aki azt mondja, hogy ne is utazzunk ki Párizsba egyébként. Tehát elmondja, hogy ne menjünk ki, a békedelegáció ne menjen ki, ő lesz a feje.
Teleki Pál, aki azt mondja, hogy szintén azt mondja, hogy ne írjuk alá a békeszerződést, ő fogja ratifikáltatni mi kormányfőként a parlamentbe. És még ezt hosszú lehetne sorolni, ugye Kun Béláék, akik hát a nem proletár internacionalizmus alapján állnak, tulajdonképpen egy területvédő háborút folytatnak. Tehát senki nem azt csinálja, amire az előélete meg a politikai szimpátiái indítják, hanem valami teljesen más, és azt gondolom, hogy ez ennek a zavarnak a jele, hogy igazából nem nincsenek döntési pozícióban, és egyfajta kapkodás, zavar uralja el a működésüket. Nyilvánvalóan hipotetikus, de akkor játsszuk le. Tegyük föl, hogy akkor nem írják alá. Ezzel gyakorlatilag milyen sors várhatott volna az országra? El lehet képzelni egy olyan variációt, hogy ez a tett azt eredményezi, hogy mindaz, amit ma a múltunknak ismerünk, az ebben a formában egyáltalán nem történik meg? Tehát, hogy hosszú távon mindent el lehet kerülni, vagy csak rövid távra adhatott volna valamiféle spétet? Nyilván ezt átgondoltad. Rövid távra adhatott volna, és a korszakban is végigjátszották ezt. Tehát a magyar békedelegációban van egy nagyon komoly többnapos vita 1920 tavaszán arról, hogy aláírjuk-e a békeszerződést abban a formájában, ugye, hogy ők azt megismerték januárban. És hát már valóban korábban lehetett tudni, tehát nagyjából legkésőbb 19 közepétől lehetett tudni nagyjából, hogy mi vár Magyarországra. Egy átlag újságolvasó számára is. És arra jutnak egy többnapos vita után, hogy tényleg hogy alá kell írni. Itt az érvek között elhangzik az, hogy, és itt jön be az a kérdés, amivel a könyvben igyekeztem foglalkozni részben kollégáim, Bódi Zsomborék mások kutatásai alapján, hogy van egy közellátási összeomlás Magyarországon a korszakban. Ugye Teleki Pálnak van van egy levele, amit 20 márciusában ír haza a most 100 éve meghalt Lóczi Lajosnak a mesterének, amiben az van, hogy mégis alá fog kellene írni a lehető legkegyetlenebb békét, írja Teleki, mert ha nem, az oláok bejönnek újra, és Pest éhen vész. Én ezt az áldozatot meghoznám, de mások nem. Tehát egyrészt azt mondja, hogy ugye a román csapatok ekkor vonulnak ki a Tiszántúról, tehát fönnáll a veszély, hogy visszajönnek, tehát az a megszállás tovább tart. És a Pest éhen vész, tehát Budapest közellátása, az egy kulcskérdés a korszakban, tehát a Horthy rendszer konszolidációjához, persze nagyatádi féle földreform meg hasonlókon kívül, alapvetően hozzájárul az, hogy a kormányzat mesterségesen alacsonyan tartja a kenyérárát 1923-24-ig, és ezzel az elégedetlen városi tömegeket bizonyos értelemben pacifikálni tudja. Tehát az alapvető létszükségleteket biztosítani tudja számára. Tehát ez a fajta közellátási összeomlás fenyeget, amiből politikai összeomlás lesz, és azt mondják Bethlen István és mások, hogy egyébként jöhet egy új forradalmi kormány, akár Károlyiék, akár mások, és nekik is alá kell majd írniuk a békét, de rosszabb feltételekkel. Tehát, hogy még kisebb lesz az ország, és ugye látszik az, hogy 19 folyamán az eredetileg benyújtott béke tervekhez képest, vagy követelésekhez képest, az utódállamok föllépnek újabb követelésekkel, amikre már egyébként a békekonferencia is azt mondja, hogy na ezt azért mégse. Tehát, hogy a Baranyai-Komlói szénmedence, vagy az Északi-Középhegység egyes területei, a Tiszántúl egyes részei, tehát végig van egy próbálkozás azzal kapcsolatban, hogy kiterjesszék a már megkapott területeket. Tehát bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy rövid távon ez rosszabb helyzetbe hozta volna az országot, és de alá kellett volna írni a békét jó eséllyel, csak még rosszabb feltételekkel. No, hát ehhez hasonló gondolatfüzéreket olvashatnak az olvasók a könyvben, majd a mi lett volna, ha a kezdetű mondatok folytatásában, és a mi lett volna, ha mondatok népszerűségével vetekszik egy másik kérdés is, ki lehet a felelős, kit tarthatunk felelősnek Trianonért. Ez mindig visszatér, megválaszolható-e ez a kérdés? Hát nyilván mindenre lehet mindenféle válaszokat adni. Én úgy gondolnám, hogy alapvetően, tehát ez lehet, hogy nem feltétlen népszerű. Én kevésbé ugye gondolom azt, hogy ez a monarchia, vagy azon belül Magyarország nemzetiségi politikájának bármiféle leágazása lett volna. Ez is egy népszerű mi lett volna, ha kezdetű kérdés, hogy mi lett volna, hogyha a nemzetiségekkel máshogy bánunk. Igen, de nagyon, igazából úgy vagyok szkeptikus ezzel kapcsolatban, hogy
Igazából én a nacionalizmus, vagy a, mondjuk így a nemzetépítés, nem szeretem különösebben a nacionalizmus szót, mert nagyon elhasználták politikailag, tehát a nemzetépítést tartom egy olyan elképesztően dinamikus eszmeáramlatnak a 19. század elejétől, ami alapvető, egy modernizációs ideológiaként lép fel a 19. században, és nem nagyon van konkurencia. Bizonyos értelemben a szociáldemokrácia lehetne, csak ebben a térségben ez egy gyenge, ugye, ami egy nemzetek fölöttiséget hirdet a korszakban. Ez egy gyenge eszmeáramlat, mert gyenge az ipari munkásság, amire támaszkodik. Tehát ezzel, tehát hogy mondjam, azzal megbékíteni a magyarországi román értelmiség, vagy vezető elitet, hogy lesz kettővel több polgári iskolájuk, meg egyel több gimnázium, és akkor majd biztos Magyarországon akarnak maradni, vagy Magyarország polgárai akarnak maradni, őszintén szóval én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy ahogy a határok létrejöttek, ahogy ezeket meghúzták, az nagyrészt nagyhatalmi szándék eredménye volt. Tehát azt azért nem lehet mondani, hogy a nemzeti önrendelkezés, vagy a magyar, úgymond magyar uralom alatti alóli felszabadulás vezette volna mondjuk a, nem tudom én, a Szatmárnémetiben lakókat, ahol a lakosság 92%-a magyar volt. Tehát ők nyilvánvalóan nem akartak volna felszabadulni a magyar uralom alatt. A határ azért lett ott meghúzva, mert a Szatmárnémeti Nagyvárad vasútvonalra szüksége volt. A román állam nagyon ügyesen lobbizott érte Párizsban, és a korszak stratégiai gondolkodásában a vasút egy kulcskérdés volt. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy itt a nagyhatalma felelőssége vetődik föl, hogyha a külső eredményeket nézzük, de ennek bizonyos értelemben ennek megvannak a magyarázatai, csak nagyon sok tekintet ennek, hogy a nagyhatalmak miért így döntöttek, ez persze minket nem vigasztal, és nagyon szomorú, hogy a magyar nemzetiség, vagy a magyar nemzeti közösség sorsa az az utolsó helyek egyikén szerepelt a szempontok között. A belső felelősöket illeti, hát ez egy népszerű magyar társasjáték, hogy mindenkire tologatjuk. Itt úgy gondolom, hogy az egyetemes magyar politikai elitnek van bizonyos mértékű felelőssége, a 18 előttinek is, mondjuk így a külpolitikai kitekintés hiányáért, nem mindenkinek és nem egyformán nyilván, és nyilván az a gárda is, amely 18 október novemberében hatalomba kerül, nekik meg még kevesebb külpolitikai kitekintésük van, mert nem is szólva mondjuk a tanácsköztársaságról, tehát ott ugye a legmagasabban képzett ember Ágoston Péter jogakadémiai tanár, a többiek azok maga jó esetben szakszervezeti tisztviselők voltak, nem volt ebben gyakorlatuk, nem is érdekelte őket, a világforradalom foglalkoztatta őket. Tehát, hogy itt van egy egyetemes felelősség ebben. Én nem kezdenék abba bele, hogy most elkezdem dekázgatni, hogy ki mennyire, de nyilván vannak belső felelősök is, de ez utólag így a mából, miközben én a mi lett volna, hát szeretem ezt elkezdeni dekázgatni, na ennek viszont azt gondolom, hogy tényleg nincs. Úgy nincs értelme, persze meg lehet állapítani felelősöket, de utána szalmabábút szurkálni beléjük, tehát tűket szurkálni beléjük lehet, de nincs különösebben sok értelme. Azt mondom, úgy kell látnunk az okokat, hogy abból előrébb léphessünk majd valamikor. A könyvben írod, hogy ilyen is volt Trianon. Gyakorlatilag, mintha arra utalnál, hogy még számtalan elmesélni való történet van. Ez egy része csak az ismeretlen Trianonnak. Nem tudom, hogy ezt jól értelmezem-e, ha nem, akkor javíts ki. Megnyugtatom az olvasókat, nem lesz visszatér az ismeretlen Trianon, illetve visszatér az ismeretlen kiadó 2, vagy az ismeretlen Trianon 2-3, ismeretlen Trianon fia. Tehát én ezzel csak arra próbáltam célozni, és ugye az alcím is az, hogy az összeomlás és a békeszerződés történetei. Tehát, hogy itt nagyon sokféle történetből áll össze az a nemzeti történet, amit mi szerettünk elmondani, vagy szerettünk rá gondolni. Tehát itt, ahogy mondtam, ebben a nők története benne van, a gyerekeké, benne van nyilván a középosztálybeliek, de benne van a munkásoké, benne van a parasztoké, benne van nagyon sok, benne van a nemzetiségeké története. Ez, amit én kínáltam történetet, ezzel csak arra akartam célozni, ez az egyik lehetséges elmondása a történetnek. És nem azt mondtam, hogy így történt, hanem az, hogy így is történt. Tehát ezzel próbáltam elmondani, nem akarom megszabni senkinek, hogy erre így gondoljon. Ez egy lehetséges magyarázat a sok közül. Elképzelhető az, hogy a szomszédos államokbeli történész kollégákkal, nem vagyok naív, nem azt kérdezem, hogy ki lehet-e egyszer alakítani egy olyan közös narratívát, amiben mondjuk mindenki egyetért. De elképzelhető-e az, hogy egy idő után mondjuk ennek a könyvnek, vagy az alapjához szolgáló tanulmányoknak köszönhetően esetleg oda el tudunk jutni, hogy kölcsönösen elfogadjuk
egymás narratíváit, és kölcsönösen elfogadjuk azt, hogy már mindenki, tehát nyilván vannak, akik ezeket most is elfogadják, hogy vannak olyan érzékenységek, amelyet mondjuk csak a magyar közösség, vagy magyar közösségek éltek át, és vannak olyan olvasatok, amelyek eltérőek a miénktől. Hát nyilván ez lenne az optimális, hogy legalább valamiféle empátia alakuljon ki. Hozzátenném azt, hogy az a korszak, tehát ezt nagyon sokszor meg szokták kérdezni tőlem, hogy és a román és a szlovák történészek ezt hogy gondolják, meg belátják-e. Most itt szerintem van egy olyan vonulata ennek, hogy az az időszak elmúlt, amikor a történészek a nemzeti múlt papjai voltak tulajdonképpen. Tehát attól, hogy akár én, akár egy szlovák vagy egy román kolléga azt fogja mondani, hogy hát igen, azért mégis igazából, mégis igazságtalanság történt a magyarokkal. Ettől a román vagy a szlovák közéletben úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés dolog fog változni. Ez lehet, hogy szkeptikus vagyok, és nincs igazam, és ne legyen igazam, de hogy látom, átalakulóban van a történészek szerepe is ezzel kapcsolatban. Ez az egyik. A másik, hogy most is vannak olyan szlovák, román, szerb történészek, akikkel különösebb gondok nélkül ki lehet egyezni különféle dolgokban, és empátiát is ki lehet csiolni belőlük, csak ezek nagyon... Csak ugyanakkor azt is kell látni, hogy miféle másfél fajta sebeket cipel magával egy adott másik nemzet története. Tehát ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nem egy nulla összegű játék, tehát hogy erről viszont szokott vitánk szlovák történész kollégával, tehát ez az ismerjük el, hogy Svatopluk létezett, és akkor ő elismeri, hogy nekünk fáj Trianon. Oké, de én azt gondolom, hogy ez nem egy nulla összegű játék. Én szívesen elismerem, nem értek a kora középkori magyar történelemhez, tehát én bármit elismerhetek, de azt gondolom, hogy ez azért a történettudomány az mégiscsak valamennyire messzire, mégiscsak egy tudomány, tehát vannak többé-kevésbé objektív tények, amiket persze nyilván konstruálunk is részben, de hogy mondjam, vannak bizonyos számok, bizonyos az, hogy milyen elbeszélésmódokat alakítunk ki ezekből, az egy másik történet. Tehát, hogy itt én elég szkeptikus lettem az elmúlt időszakban az ilyen típusú, úgymond párbeszéddel kapcsolatban, de ez nem jelenti azt, hogy én most ne várnám azt, hogy Román Holec mit fog írni Trianonról, mint ahogy Román Holec szlovák történész, akinek most jelenik meg könyve Trianonról, és épp egyik kollégám küldött át tegnap a Trianon és revíziós mítoszról egy román tanulmánykötetet, legalábbis a borítóját, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Tehát, hogy érdekel, hogy ettől, hogy ebből mi lesz, de elég mondjuk így tartózkodó, vagy szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Az MTA lendület kutatócsoport, Trianon Science kutatócsoport, ugye 2016-ban kezdte a működését, és 2021-ben fejezi be. Mik a tervek a jövőre? Hát egyrészt itt vannak még okmánykiadások, ez mondjuk a legkevésbé látványos része, vagy a nagy közönség számára kevésbé élvezhető része a dolognak, tehát a szerb, illetve a japán békelőkészítésről jelenik meg majd kötet. Most lebuktam, mert most kellett volna leadnom az előszót hozzá egy tanulmánykötet a menekült kérdésről, és Szűcs István Gergely kollégámmal együtt írunk egy monográfiát a trianoni menekültekről. Én azt gondolom, hogy ez lesz. Romsics Gergely a magyar külpolitikai gondolkodásról ír egy iszonyatosan gondolatébresztő kis monográfiát. Én ennek részeit már láttam, és nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Úgyhogy ilyesmikkel... És hát lesz a Trianon emlékezetéről a magyar társadalomban, sőt most, ha minden jól megy, akkor az évfordulóra, ki fog jönni, a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézettel közösen csináltunk egy nagy felmérést egyrészt történelmi tanárok körében, Magyarország magyar történelmi tanárok körében, hogy mi a helyzet Trianonnal, és remélhetően lesz közvéleménykutatás is, úgyhogy ilyesmikkel készülni. Ez véleménykutatás miről? Hát egy nagy mintás közvélemény kutatása, hogy a magyar társadalom hogyan látja ezt a dolgot. Mikorra várhatjuk? Ez nagyon titok, izgalmas. Ez titok, nem mondhatok többet, tehát hogy ez most stratégiai dolgokat árultam el, tehát csak az a néhány száz ember, aki néz minket, ők tudják, tehát hogy ilyesmikkel jönnénk elő. De hát ilyenkor látja az ember, hogy mennyi tenger sok munka van még e körül, majd meglátjuk, hogy ezt lehet-e folytatni, vagy milyen keretek között. Közben pedig
Jaffa kiadós kollégáinkat kérdezném, hogy jöttek-e olyan kérdések, amelyeket feltehetnénk másnak. Én egyelőre úgy látom, hogy nem érkeztek be. Imigyen, akkor elköszönés gyanánt egy játékra hívnálak. Többször beszéltél már arról, hogy Trianon akkor válik, vagy válhat jobban átélhetővé, vagy válna jobban átélhetővé, hogyha mondjuk lenne olyan regényünk, filmünk, amely gyakorlatilag megadná a lehetőségét annak, hogy egy műalkotásnak a segítségével jobban feldolgozhatóak legyenek az események. Amikor olvastam a könyvet, akkor az volt az érzésem, hogy ez egy remek alapanyag lenne, mondjuk egy filmrendező, aki átgondolná azt, hogy mely drámai pontokat kéne ahhoz kiválasztani, ahogy el tudja mesélni a Trianon című történetet. Egyelőre még nem ismerjük ezt a rendezőt, aki mondjuk ezt a filmet el fogja készíteni, de abban biztos vagyok, hogy te meggondoltál azon, hogy mondjuk, hogyha egy film készülne, akkor annak miről kéne szólni. Vagy akár, hogy milyen jeleneteknek kéne megjelenniük. Egy pár perces játékra hívnálak a beszélgetésünk végén. Szerinted mi lenne az a legfontosabb pár jelenet, aminek egy Trianon filmben meg kéne jelennie? Hú, ezt nem beszéltük meg, úgyhogy most kicsit zavarban vagyok. Hát mi most, tehát most ez rögtönzés, de azt gondolnám, hogy ugye a könyvben van egy fejezet, ami a gyulafehérvári román nemzetgyűléssel foglalkozik, mert ugye nagyon sokszor megemlítünk néhány sztereotípiát ezzel kapcsolatban, de igazából nem tudjuk, hogy mi történt ott helyben, nincs elmesélve a magyar történet írásban, és ezt próbáltam ezzel is pótolni. Tehát mindenképpen lehet, hogy valahogy Erdélyből, vagy akár egy felvidéki településről indítanánk. Mindenképpen fontos lenne bemutatni ezt a menekült sorsot, ami különböző okokból nincsen, a vagonlakás, ez nincsen benne a magyar köztudatban. Valahogy nyilván meg kéne jeleníteni ezt az erőszakot is. És valóban, hát nincsen trianonos játékfilm igazából, ami kétségkívül hiány, mert azt mutatják a felmérések, hogy a legalábbis néhány évvel ezelőtt olvastam egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy az iskolás korosztálynak a például 1956-ról alkotott képét, ezt a Szabadságszerelem című film formálta alapvetően. Most azon lehet vitatkozni, hogy az milyen film, szerintem abszolút jó film, vagy betölti a ilyen típusú célját, ezt az ismeretterjesztést, azonosulást. Ilyen típusú film nincs. Nincs Trianonról. Tehát lehet, hogy én kevésbé fordítanám arra a figyelmemet, hogy találjak egy olyan színészt, aki úgy néz ki, mint Aponyi Albert, és legalább ugyanolyan szakálla van. Tehát, hogy nem a feltétlenül nagy politikára fókuszálnék, bár valahogy azt is be lehetne csempészni, valahogy a mellékszálán, de én hangsúlyozottan tényleg az emberek, a társadalom felé fordítanám ezt a történetet. És itt vannak olyan jó regény alapanyagok egyébként, amik szerintem használhatók erre. Most, ami hirtelen eszembe jut, az Zilai Lajosnak a Földönfutó városa, amit kevesen ismernek, ami egy menekült női történet egyébként, amiben nagyon sok minden benne van ezekből. Vagy Jékeli Zoltán Zugligete, vagy Ignác Rózsának az Urak úrfiak című regénye, de amik szerintem elég jó alapanyagok egy ilyen Trianon regényre, tehát nem kell, lehet, hogy nem kell föltalálni, vagy Trianon filmre, lehet, hogy nem kell föltalálni a spanyol viaszt, mert már itt van, csak nem figyeltünk rá. Minden esetre nem csak a jövő forgatókönyvíróinak javasoljuk, vagy javaslom én, hogy olvassák el a Blonczi Balázs ismeretlen Trianon című könyvét, hanem mindenkinek. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltak az online könyvemutatón, Balázsnak pedig nagyon köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a kérdéseket, meg az itt létet is mindenkinek.